Venhart János sváb származású cipészmester. Általános iskolás korában lett beteg, és egy évet ki is hagyott, az orvosa javaslatára kezdte el a cipész szakmát. Elvégeztem a 8 általánost, és akkor már nekem már megvolt ez az ízületi bajom, és bekerültem a kórházba, és egy évet kihagytam azért, hogy meggyógyítsanak, de sajnos akkor még úgy láttuk, hogy az orvostudomány nem volt azon a fokon, hogy ezt meggyógyítsa. Megműtöttek és visszavarták, és akkor azt mondták, sajnos nem tudnak semmit csinálni. És akkor volt egy éves kezelésem reumatológián, és az ottani főorvos jobba volt a cipőiparnak az elnökével. Én fodrász szerettem volna lenni, de lebeszélt róla, hogy nehéz fejet rajzolni, mert nem tudom, cipőt is nehéz. Meg hát megcsinálni. Tehát fizikailag azért ez komoly erőt igényelt. Na és akkor talán egy pár hét volt vissza a jelentkezésük, hogy kezdődjön az iskola. És abban az időben nagyon nagy hiány volt a cipészekből. Kevesen jelentkeztek. Mi voltunk hatan, azt hiszem, ha jól számoltam, akik ezt választották. Na hát, bekerültem az ajánlott helyre, cipőipari szövetkezethez. Azt meg menjek, mert melegben vagyunk, ülőmunka volt, könnyű lesz. Ahogy mondom, számomra kicsi csalódás volt, mert azért az én gyönge kezem az éppen nem volt annyira nagyon könnyű. És akkor ott maradtam. 72-ben végeztem. Tehát ugye a szakmámat 50 évvel ezelőtt a nyáron fejeztem be, tanultam. Sok mindent megjártam. Javításban dolgoztam nagyon sokat. Aztán úgy adott a sors nekem egy lehetőséget, hogy kolléga megbetegedett, aki oktató volt, és én tulajdonképpen tőle vettem át az egész oktatási rendszert. Hát az ment jó pár éven keresztül, szívesen is csináltam, sok jó szakembert neveltünk ki, de sajnos ez a szakma úgy, ahogy volt, tönkrement. Amikor az utolját jártuk már az oktatásnak, akkor történt egy olyan dolog, hogy a munkahelyem, aki cipőipari szövetkezet volt, szakember hiányba szenvedett, és akkor kivettek a gyerekek mellől az oktatási munkakörömből, és beraktak szalagrendszerbe dolgozni. Mert égetően szükség volt olyan emberekre, akik tényleg tanulták és ismerik a szakmát. Aztán addig, amíg én is teljesen tönkre nem mentem. Kezeim nem jók, megmutatom már, nem dicsekszek vele, ízületi gyulladásos, reumásos voltam, és a nehéz fogások, a sok állás, azt tönkre tette az ízületeimet, a lábaim se jók. Nem jó a vállam se. Ez egy bőrtalpas és faszeges. Ezt abban az időben csináltam, amikor én oktató voltam. Volt egy drága jó kolléganőm, aki a lányokat tanította a felső rész készítésre, és akkor ez abban az időben menő volt. Ő lemintáztatta központban, és a lányokkal megvaradták. Mi meg a fiúkkal, mert változó volt, de volt, hogy 10-12 gyerek is voltak ezen alatt, akiket tanítottam. És akkor ezen tanítottuk a gyerekeket különböző munkafázisokra. Erre is nagyon büszke voltam, mert sokszor, amikor csináltam valamit, akkor azért csak-csak ránéztek a férfiak lábára is. Venhart János bár eredetileg fodrász szeretett volna lenni, és az ízületei tönkrementek, nem bánta meg, hogy cipész lett. Én alkalmazkodtam, én csináltam a munkámat, én mindent, amit rám bíztak, és úgy éreztem, hogy meg lehet csinálni, megcsináltam. Úgyhogy nem bántam meg, mert mondom, én nagyon sok cipőt csináltam magunknak, a családnak, és
És az az érzés is jó volt az, hogy én kioktatok olyan gyerekeket, akik most éppen Szalagavatóra mentünk, vagy Balagásra mentünk, és elmondhattam azt, hogy jaj, hát ez is az én tanulom volt. Vennhart János elmondta, hogy a műhelyét már csak tárolónak használja, és egyelőre nincs a családjában olyan, akinek átadhatná a szerszámait és a gépeit, nincs, aki tovább vinni ezt a mesterséget.